A november 19-i, 20-ai hétvégén az utolsó fordulót játsszák a megyei első, másod és harmadosztályú bajnokságokban. Néhány elmaradt meccset még pótolnak, és azzal zárul az őszi szezon. A jelenlegi futballisták mellett a korábbiak közül is jó néhányan rendszeresen pályára léptek ősszel. Az öreg fiúk csapatok szerencsére nagyon jó szellemben és továbbra is 2-3 hetente szombat délelőttönként találkoznak egy helyszínen, vagy akár két helyszínen is, ugye körmérkőzéses formában játszanak egymással. Sérülésről nem tudok beszámolni, kiállításról sem, tehát jó hangulatban zajlanak a mérkőzések, és érdemes megnézni egyébként a tabellát is, hogy ott most azért van 3-4 csapat, aki igencsak egymással egy-két ponton belül van, tehát nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság. Van még nekik legalább egy forduló ugye télen, aztán majd tavasszal folytatják. A megyei igazgatóság szervezi a regionális futsal bajnokságot is, amelyben 3 megye képviselői küzdenek egymással. Az elmúlt napokban ment ki a sorsolás a csapatok részére. November utolsó napjaiban indulna a regionális MB3 keleti csoport futsalbajnokság, Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok részvételével. Egyelőre visszajelzések alapján, akik bejelentkeztek, ők versenyezni is szeretnének. Azért hangsúlyozom ki, hogy egyelőre, hiszen láthatjuk, hogy pont ugye a megyei csapatainkat érintő MB2 keleti csoportba is több mérkőzés is elmaradt, szegény Csengen már 3 mérkőzéssel játszott le, mert nem utazik el az ellenfél. Tehát jelen állapot szerint úgy néz ki, hogy rendben el tudunk majd indul november végén a férfi felnőtt futsal bajnoksággal. Már a játékvezetői létszámot tekintve nincs gond a megyében, az igazgatóság szeretné, ha még több sípmesterrel számolhatnának hétvégenként. December 1-én fog indulni az alapfokú játékvezetői tanfolyam. Elsősorban én egyébként olyan egykori labdarúgókat, vagy jelenleg is aktív labdarúgókat várok, akinek azért volt egy pár év múltja a nagypályás labdarúgás terén, főleg ugye a 30-as év felett. Úgy gondolom, hogy nekik lenne a leginkább egy olyan megoldás, hogy ott maradnak a futballpálya mellett, ha már a nagypályás pályafutásukat be is fejeznék. Én szerintem ők lennének a legmegfelelőbb jelentkezők az alapfokú labdarúgó játékvezetői tanfolyamon, de természetesen mindenki mást várunk, aki úgy gondolja, hogy képesnek tartja magát arra, hogy mérkőzéseket levezessen, vagy ugye asszisztensként közreműködjön. Meg szeretném egyébként említeni, hogy maga a játékvezetői létszámban, kimondva ugye 130 körüli az aktív játékvezetői létszám, az nem annyira kevés. Viszont amit tudni kellene, az a kevés, amikor a 130 fő játékvezetőből vasárnap mondjuk csak 70 ér rá. Tehát, hogy hétvégére vagy a vasárnapi napra pont, amikor a mérkőzésének a 3/4 része van, akkor nagyon sok a lemondás. Tehát elsősorban olyan játékvezetőket várunk, vagy olyan jelentkezőket várunk erre a tanfolyamra, akik azért hétvégén ráérnek, hiszen a mérkőzése 99%-a hétvégén van, azoknak a 80%-a vasárnap, tehát így kalkuláljanak már, aki jelentkezik, hogy a vasárnapi napon küldhető legyen, mert akkor van a legtöbb mérkőzés a megyében. Mint Vaka Árpád elmondta, ezen a téren sem műfüves, sem teremtornát nem szervez a csapatok számára az igazgatóság, viszont december 10-én megrendezik a Kósa János emléktornát.